Srácok, slime van. Slime van. Ebbe slime van. Sziasztok és üdvözlök titeket a következő hashtagegyünk videóba. Itt most karácsony este előtti estén, azaz Christmas Eve Even. Hogy vagytok, srácok, mi újság? Egyet kell aludni, és 24-e lesz. Szerintem már nagyon-nagyon sokan izgatottak vagytok. Mi is a falat, nekünk már ott van a rengeteg ajándék, már alig várjuk, hogy megnézhessük őket. De a legfontosabb, hogy együtt lesz a család. Jól érezzük magunkat, sokat nevettünk, ahogy Kinga mondta, sokat eszünk. És tök király lesz minden, hogyha ebbe a videóba sokat fogunk enni. Már karácsony előtt rengeteget fogunk zabálni. De itt van pár karácsonyi dekoráció, ami még nem elég karácsonyi, úgyhogy karácsony! Á! Már is tiszta, villogó hóember és karácsonyfa a videó. Hú, de vicces. Na jó van, srácok. Pár nem karácsonyi édességet hoztam nektek, ezért még mielőtt belevágnánk, hagyd bontsak ki nektek egy igazi karácsonyi dolgot. Ugye ma 23-a van, remélem elhiszitek nekem, és keresjük meg a 23-at. Igazából rossz voltam, és nem mindegyiket bontottam ki mindig. 23-a ablaka. Oh boy, mi van benne? Jó, ez micsoda? Így néz ki. És így kezdjük is az együnk videót. Ha van valami jó édességetek, akkor ti is hozzátok. Egyétek, hogy ne legyetek annyira éhesek itt a videó után. Egy ilyen csoki gömb. Oh. Wow, mind a két oldala. Cookies and cream. Kex és krém. Nem tudom, ezt magyarul hogy fordítják. Azt az eget. Aki régóta nézze a csatornát, tudja, hogy az egyik kedvencem a cookies and cream töltelék. Ez ilyen kifejezetten, szerintem amerikai csoki töltelék. Zseniális. De még el se kezdtük a videót, és én már úgy érzem, hogy tele vagyok, úgyhogy szerintem vágjunk bele. Itt van egy szatyorni, különleges amerikai édesség. Nem akartam már karácsonyi édességet kóstolni, mert már nagyon-nagyon sokat megkóstoltam veletek. Itt videóban is, és most igazából ilyen, hogy szaloncukor kóstolás, még ilyenek, szerintem nem lenne érdekes, úgyhogy próbáltam olyanokat hozni, amiket nálunk a boltokba szerintem nem is láttok. Lehet, hogy egy-két ilyen nagyon különleges boltba lehet őket kapni, de nem mindennapi. Továbbá nagyon-nagyon drágák, rettenetes mértékben drágák, pont ezért. Ezt a csokit csak a ti kedvetekért vettem meg. Azt mondta a boltos, hogy szerinte ez a valaha volt legfinomabb Cadbury Dairy Milk csokoládé. Óriási nagy kókuszos, és nem tudom mennyit fizettem érte, de mindjárt megnézem nektek, mert nem szoktam ezzel foglalkozni. Igen, 2500 forint volt ez a tábla. Kicsit húzós. És nyugodjatok meg, van itt savanyú édesség is, meg rágók, amit szerintem majd a végére hagyunk, úgyhogy van itt pár nagyon-nagyon különleges édesség. Maradj velem, garantálom, hogy érdekes lesz. Ilyet sem kóstoltam még, ilyen csak kókuszosat nem. Úgyhogy nagy részt mindegyik új lesz még számomra is, valamint, hogy teljesen új, ugye itt az együnk videóban mindig különleges édességeket kóstolunk meg. Úgyhogy, ha te még nem vagy feliratkozva, akkor most gyorsan veress egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Itt minden nap van 18 órakor videó, sőt most vlogmas van, azaz vasárnap 7 órakor is, meg hétfőn is 7 órakor is, tehát 6-kor és 7-kor is videó. De szerintem ez egy rágó, úgyhogy kezdjük ezzel. Fejezzük be majd ezzel. És kezdjük is ezzel. Ez egy Warheads dolog, mint látjátok, ott van rajta az ára is. 1190 forint. Ugye a Warheads a savanyú szokott lenni. És természetesen, ha elolvassátok, Sour Twisted Taffy. Tehát savanyú csavart taffy. Kettő ízben, eper és narancs és blue raspberry és green apple, azaz zöld alma. Hú. Ez valami csavart, savanyú édesség, gondolom én. Frosty the Snowman. Már itthon karácsonyi zenéket hallgatunk. Ó! Oh. Hú! Nagyon durván eper illata van. Reméljük nem jártak le, mindegy, ha lejártak, ha nem, megkóstoljuk őket. Ez... Én ezt... Szerintem ez... lejárt. Biztos benne... Biztos, hogy ez ennek ilyen... keménynek kéne lennie? Még elméletileg jó. 2019-ig. Hát mindegy, nézzük. Ilyen. Két színű. Nem úgy. Hú, de kemény. Olvadós rágó. Oh boy. Ez valami zseniális. Viszont nem annyira savanyú. Pedig, amikor egy jaj. Pontászoltam magam. Pedig a Warheads-től tényleg ilyen fejet vágsz. Ez nagyon finom. Nagyon narancsos. Az illata rettenetesen epres volt. De az íze az inkább narancsos, amúgy milyen jól néz már ki, nézzétek már. Itt a másik,
Hoppá. Az nem is együnk része, amiben nem ejtem le a dolgokat, igaz? Majd fel kell szedni. Ebből is leszedünk egy ilyen részt. Elméletileg ez málnás, zöldalmás volt? Ebben meg inkább a zöldalma. Az illata milyen? Ennek az illata is zöldalmás, meg az íze is inkább zöldalmás. Ezek nagyon finomak. Egyáltalán nem annyira savanyúak, mint ahogy ők árulják. Nem fogsz ilyen fejet vágni tőle, viszont rettenetesen finomak. Ezt nehéz ezt most leverni. Úgyhogy nézzük is a következőt. Milyen jól néz már ki ez a csomagolás. Ott egy kicsike kis egér rajta. Ez Hannah's Giant Strawberry Flavor. Tehát Hannah's, Hannának a óriási eper íze. Ez van ráírva, nem tudom milyen ez az óriási eper íz. Lehet, hogy csak egy íz van benne, így kinyitom és így elmegy az íz. Reméljük, nem? Aha. Oh boy, hát ez tényleg egy óriási eperes. Úristen! Először is ilyen epres teljes, illetve van ilyen teljes eper. Ez csak egy sima csoki. Úristen! Mint hogyha ilyen epres tejet innék, tudjátok? Azzal a szívószállal. Ú, de jó! Azok az amerikaiak nagyon tudnak. Nem tudom, ez amerikai-e. Reméljük. Úristen! Ez nagyon finom! Te jeez! Ebben a videóban hogy fogunk első helyzetet adni, srácok? Ez egy jó kérdés. És akkor jöjjön. Szerintem az egyik legdrágább csoki, amit valaha vettem. Bontsuk ki! Nagyon erősen kókuszos. Tényleg kókuszos. Kicsit már megvan olvadva. Jú, de nagyon megvan olvadva. De mitől? Azt hittem, hogy ebben lesz ilyen kókuszos töltelék. De ahogy én nézem, ebben nincs kókuszos töltelék. Ez csak csoki kókuszos darabok. Na nézzük, megéri-e a pénzt? Húszom, de kókuszos. Lopog a fogam alatt a kókusz. Nem tudom, halljátok-e. Brutálisan finom. A régi ágerek tudom, hogy már mondják, hogy de Gergő, te nem szereted annyira a kókuszt. Ez így van. De ez durva. Ne úgy képzétek el, mint a Bounty-t, hogy ilyen kókuszos krém van benne kevés kókuszdarabban, hanem ahogy láttátok, ez tejcsoki, és annyi kókusz van benne, amennyit csak el tudsz képzelni. Képzeld el. Jó? Na még attól is több van benne. Nagyon durva, recseg ropog a fogad alatt, nagyon finom. Idáig nem tudom, mi lesz az első helyzet, idáig mind az első helyzet. Iszok is, hogy az ízlelő bimbóim újra feléledjenek. Jöhet a következő. Ami... Most már jöhetnek, akkor először jöjjön még ez. Ismételten egy goop gum. Oozing with sour Srácok, slime van. Slime van. Ebbe slime van. Jól olvassátok, slime. Slime van a rágógumiba. Toxic waste! Jó, ilyet kóstoltunk! Jaj, de jó! Jaj, de jó! Toxic waste-es rágó. Még jön ki a kókusz a számom. Oh boy! Nem tudom, emlékeztek-e a toxic waste-re, de az brutális. Ezt nézzétek. Akkor ebbe toxic waste van. Folyik is ki a tetején a toxic waste. Az nagyon durván savanyú. Húha. Ott van benne a slime. Úristen, de savanyú. Úristen. Ami slime benne van. Tudjátok, hogy én bírom a savanyút, meg már ettem olyan savanyúra, amikor jön a nyál az ember szájába, onnan tudod, hogy tényleg savanyú, nem csak eljátsza valaki. Én már ettem pár száz savanyú dolgot, de azt az eget, a toxic waste mindig meglep. Majdnem lenyeltem. Keresitek vissza nyugodtan a videóimat, ahol toxic waste kóstolok. Volt egyszer, hogy annyira savanyú volt, hogy sebes lett a szám. Napokig tiszta vérző nyelven volt. Nagyon durva volt. Bekapjuk. Ha nyomsz egy lájkot, akkor bekapom az egészet. Várom. Itt van lent. Csak meg kell nyomni. Na, megnyomtad? Jó. Ex.
Húzza! Húzza! Úr, ez durva. Nagyon finom a rágó, bocs, és annyira sajnos, hogy ömlik a számból a nyál. A rágó zseniálisan finom, szóval rettenetesen savanyú. Oh! Úristen! Ah! Na, megvan a videó legsavanyúbb dolga. Hogy örültem, amikor a Warhead nem volt savanyú? Nem tudtam, hogy slime-os toxic waste-et fogom ebben a videóban enni. Na most jöjjön remélhetőleg egy édesebb rágó, mert ez, hát hogy is mondjam, savanyú volt. Na de ez elég télies, mint látjátok. Ez egy bubblegum, ami egy persely egyben. Ó, de aranyos! Egy kis eset, és akkor ki tudod lyukasztani ollóval. Én ujjal is kiukasztam, és akkor innentől persejként használhatod, de most mi a rágókra vagyunk kíváncsiak, vagyis egyféle rágó van benne. De jól néz ki. Illik a pólómhoz. Jaj, de kemény. Sászok, ez többször használhatós. Többször használhatós csomagolópapírban. Tehát, jó, de furcsa íze van. Ilyen körömnek lemosó illata van. Számba. Jaj. Én erről most, én ezt szépen visszacsomagolom, úgyis újra megehető, és ebből nem eszek többet. Köszönöm szépen. Ez borzalmas. Nagyon rossz íze van. Úgyhogy szerintem zárjuk is a rágót. Zárjuk is a videót egy olyan rágóval, ami remélhetőleg jobb. Ez a Bubblicious. Bubblicious. Van a Bubblogy, meg a Bubblicious. Imádom az amcsi rágókat, amikor nem nyílnak ki. Imádom az ilyen nagy amcsi, nagy lufit fújó rágókat. És, ó, ezen rajta van ott a csomagolás. Fúj, de rühe. Jézusom. Fúj, de gusztustalan. Fúj. Fúj, nézzétek már, ilyen kis pöttyök vannak rajta, meg amúgy jó, jó illata van. Aha, ez 2018 októberében lejárt. Köszönöm! Szépen, hogy eladtátok nekem! Következő, ez 2019-ig, úgyhogy még jó is, hogy volt egy ilyen. Ezbe van valami töltve. Csak viccelek. Na de srácok, én szerintem lassan le is zárom ezt a videót. És van utána veszem be. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, remélem tetszenetek is, akkor most jöjjön az első három helyezett. Tudom, hogy imádjátok, remélem ti is állítottatok sort, kommentbe írjátok le, és akkor én most elmondom az első három helyezetet. Az első az, amit legelőször kóstoltunk meg, nagyon-nagyon különleges, nagyon-nagyon finom, nagyon király. A második, ez, hihetetlenül erős epres íze van, komolyan, mind egyenlő blown. És a harmadik helyezett, az vagy ez a Toxic Waste, mert nagyon-nagyon jó volt, vagy a Cadbury kókuszos csoki. Nem tudok dönteni. Döntsétek el ti is, látszok így az én reakcióm alapján, írjátok le, hogy nektek melyik tetszett volna, hogy a harmadik helyezetet átpasszolom rátok, ti döntsétek el kérlek szépen. És a videó legrosszabb a díjat kapja, ez a borzalmas, újra használt acetonízű rágó. Úgyhogy én most ezt kipróbálom, és ezzel búcsúzunk, srácok, köszönöm, hogy itt voltatok, hanem is ne feledjétek, 7 órakor új videó érkezik. Mármint, ha ez december 23-án nézed. Ott van benne a töltelék. Ha elhalapom, hogy nincs benne. Ez egy normál rágó. Köszönöm, hogy velem voltatok, ti vagytok a legjobbak. Boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket, de találkozunk holnap, meg minden egyes nap 6 órakor. Sziasztok!